Ülést tartott a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, ahol több fontos költségvetéssel kapcsolatos napirendi pontot tárgyaltak meg a résztvevők. Költségvetésben van 3-4 olyan sarkalatos pont, amelyel a mindenkori helyzetet kell rendezni. Most az első rész az olyan, amelyekben a Magyar Államkincstártól a város, illetve az itt dolgozók különböző pótlékokat, jövedelem kiegészítő költségeket kaptunk. Ezt kell helyre tenni a költségvetésben. Ilyen az illetménypótlék, ilyen a szociális pótlékhoz való hozzájárulás, vagy a kulturális pótlék, és még ezen felül is van valamilyen más jellegű pótlék, amit helyre kell tenni a költségvetésben. Az egyik oldal nő, a másik meg csökken, tehát a korábbi tervezethez képest. Ugyanilyen feladatok vannak a pályázatokkal kapcsolatban. Itt 23 olyan pont van, vagy olyan döntés van, amiről döntött a képviselőtestület, és ugyanúgy ennek az egyensúlyát meg kell teremteni a költségvetésben. Valami meg már jóváhagyott pályázat, akkor azt kell helyre tenni. Illetve a tervezetteket is, önerőket, amelyeket vállaltunk, azt most lehet bevezetni a költségvetésbe. És vannak természetesen olyan részei is, amely a működéssel, egyebekkel kapcsolatos, amelyekből azt tudnám kiemelni, megérkezett az az anyagi forrás, amellyel a visszatérő forrásokkal kapcsolatos elodázhatatlan feladatokat el tudjuk kezdeni, és ennek a költségnek a lebontása látható a költségvetés ezen részében. Ebben sok minden szerepel, kismosópatak, Hajdú utcai csapadékvízelvezetés, és még tovább olyan beavatkozások, amelyek ebből a forrásból megvalósíthatóak. Úgyhogy ez egy ilyen jellegű, talán, sőt, biztos, hogy pozitív elmozdulás a korábbi évekhez képest. Foglalkozunk itt szabályozási tervvel még, illetve van egy olyan előterjesztésünk is, amely a szociális, illetve a bérlakásaink helyzetével foglalkozik. Itt inkább arról az oldalról közelíti meg az előterjesztés, hogy milyenek a bérlők, illetve a bentlakók szociális helyzete. Úgy tűnik, és ez egy jó dolog, hogy a bérlők anyagi helyzete az folyamatosan javul, és szükséges az, hogy a korábbi, a döntés idején, amikor döntött arról a képviselőtestület, hogy szociális bérlakást, illetve költségalapú bérlakást ítél oda, hogy ahhoz képest, ahhoz a döntési időponthoz képest a bérlők anyagi helyzete javult. Ezt indokolt felülvizsgálni, és ezzel kapcsolatos döntések, illetve nagy valószínűséggel lakbérmérték emelés is el fog dőlni, úgy, ahogy azt korábban a humánbizottság ülésén is gondolom, hogy tárgyalták.